Több mint 20 kormánytisztviselő vehette át bizonyítványát a Vármegyeháza dísztermében. Ők mind sikeres vizsgát tettek a kormányablak ügyintézői képzés 7. ütemében. Az állandóan változó jogszabályi környezet miatt a közigazgatás hatékonyságának fenntartásához nélkülözhetetlen a munkatársak folyamatos képzése. Országosan 520 fő, Vármegyénkben több mint 20 fő vett részt a továbbképzésen, egy pályázati programnak köszönhetően. A képzésen azon kollégánk vettek részt, akik kormányablakokban dolgoznak, és a képzésnek a célja az volt, hogy azt a feladatot, azt a rendkívül sokrétű munkát, amit el kell látniuk, mert hogy sokféle okmánnyal és annak nagyon sok vetületével foglalkoznak, ezt magasabb színvonalon legyenek képesek ellátni. Úgyhogy a kollégáink sikeresen letették ezeket a vizsgákat, és bízunk benne, hogy ennek az eredményeképpen még hatékonyabbá fog válni az az ügyintézés, amit szeretnénk minél precízebben, pontosabban és szervezettebben megvalósítani a kormányablakainkban. Őket a kormányablak rutinos, tapasztalt munkatársai mentorálták. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a kormányhivatal együttműködésében a miniszterelnökség irányításával több hónapon keresztül zajlott az elméleti tudás elsajátítása, 14 napon keresztül pedig életszerű helyzetekkel találkoztak a képzésben résztvevők. A területi állami gazgatási szervek humán erőforrásának fejlesztése kiemelt projekt a kormány számára. Minden egyes szakma tulajdonképpen hiány szakma most már Magyarországon. Hála Istennek azért a közigállás.hu oldalon és egyéb helyeken azért fel tudunk venni felkészült jó kollégákat, de folyamatosan teszünk rengeteg energiát abba, hogy a fluktuációt nagyjából pótoljuk. Szükség van a régi munkaerőnek a megtartására is, de a fiatal munkaerőre abszolút szintén. Nyilván egy ilyen helyen, mint Nyíregyháza, itt is van egy rendkívül nagy elszívó erő a magánszférának az irányából. Ettől függetlenül ki lehet jelenteni, hogy mégiscsak egy állami állásnak van egy ilyen kiszámítható megbízhatóság, ami talán egy kicsit versenyelőn lehet mondjuk egy gyermeket nevelő édesanyjának, akiket szeretettel várunk. 2011-ben az országban még csak 29 ablakban lehetett 29 ügykört intézni. Ma már 314 kormányablak áll rendelkezésre, 2500 féle ügy lebonyolítására. A folyamatos fejlesztéseknek és innovációnak köszönhetően pedig 15 kilométeren belül mindenki talál kormányablakot, és mobil szolgáltatást is bevezettek. Jelenleg 25 kormányablak busz járja az országot. Tavaly Magyarországon több mint 14 millió ügyféltalálkozást regisztráltak. Bár egyre több mindent lehet online elintézni, ez a szám 3 millióval több, mint 2021-ben, és 4 millióval több, mint 2020-ban.